Tisztelt professzor, asszonyok, professzor urak, kedves kollégák, kedves vendégek, nagy megtiszteltetés, hogy itt bemutatkozhatom, és hát alapvetően, mivel heterogén közönségre számítottam, ezért az én előadásom inkább ilyen életrajzi, meg megpróbáltam megmaradni az ismeretterjesztő szinten a tudományommal kapcsolatban, hogy nagyobb közönséget érjek el. Hát ugye nyilván, aki egy kicsit konyít a földrajzhoz, az csodálkozhat a címen, hogy hogyan juthatunk el ilyen csatornákon keresztül a Hawaii-szigetekre, már le is lőttem a poént. Szóval egy rövid életrajz, a Woodstocki Rock Fesztivál és a Holdra szállás évében 69-ben születtem Debrecenben, és alapvetően tőzsgyökeres debreceni vagyok, tehát néhány külföldi évet leszámít a végig, itt értem, mindent itt csináltam. Szüleimet talán többen ismerhetik, közelmúltban hunyt el édesapám dr. Varga Sándor, ő a egyetem professzora volt, szintén elektromikroszkópos szakember, édesanyám pedig dr. Kun Katalin, ő pedig fluorgégész szakorvos volt, ő sajnos már több mint 20 éve elhunyt autóbalesetben, de városszerte nagyon ismerték és szerették nagyon sokan. Hát az iskoláimat is Debrecenben jártam, a Kardosban kezdtem, és utána átmentem a Kiskossuthba, mert hogy ott lehetett akkor angolt tanulni. És utána édesapám munkája révén 84 és 86 között kikerültünk az USA-ba, ami annak idején ugye egy viszonylag nagy sok volt így a kommunista rendszerből kikerülve. Alapvetően szerethettük is volna, de a hugommal együtt minden percét utáltuk, alig vártuk, hogy hazajöjjünk. Viszont mind a kettőnk nagy hatása volt, tehát mind a ketten nagyon jól megtanultunk angolul. A hugom, ő a Fazekas Mihály Gimnáziumban angol-francia szakos tanár egyébként. És utána a maradék két évet a középiskolában én is a Nagy Kossuthba jártam, úgyhogy elég sokan vagyunk itt a Kossuthból. És 88-ban érettségiztem. Utána, bár nem kérdezték, elvittek Zalaegerszegre katonának, úgyhogy védtem hazát a kapitalistáktól, úgyhogy akkor mindenki biztonságban volt. És utána kezdtem az egyetemet, és akkor ugye a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem fizikus szakán kezdtem, és akkor indították az angol szakfordítói szakot, és ezt is elvégeztem, így fizikusként és angol szakfordítóként diplomáztam. És utána egyből abban az évben elkezdtem dolgozni a Debreceni Egyetem Biofizikai és Sejtbiológiai Intézetében, tehát könnyű kiszámolni, hogy most lesz 30 éve, hogy ebben az intézetben dolgozok, mondom, néhány év kitérővel. A PhD-mat 2000-ben szereztem, meg a MTA doktora címet pedig 2019-ben, és 2021 óta vagyok a biomatematika tanszék vezetője az intézeten belül. A családom, feleségem Gál Krisztina, ő is Kossuthos volt, Kossuth gimnáziumba és Kossuth egyetemre járt, ő egyébként német tanár az egyetem általános iskolájában, az Arany Jánosban, és talán az ő édesapját is sokan ismerik, ő Gál József professzor, szülésznőgyógyász professzor, aki sokáig a klinikán dolgozott, és utána pedig Miskolcon, és onnan megy nyugdíjba. A fiaim Balázs és Soma, Balázs fiam informatikusként dolgozik, Soma pedig a Corvinus Egyetemre jár, és most jelenleg Erasmus program keretében Rómában eszi a egyetemisták keserű kenyerét, úgyhogy viszonylag jól el van. Na és akkor felmerül a kérdés, hogy hogy kerül egy fizikus a biológiai kutatások közelébe. Hát amikor közeledtem a diploma megszerzéséhez, akkor egy csoporttársam révén látókörömbe került egy nagyon ígéretes munka. A Tungsramot akkor vettem meg a General Electric, és ilyen kutatófejlesztő mérnököket, fizikusokat kerestek ilyen kutatócsoportok a vezetésére. Hatszoros túljelentkezés volt, végigjutottam mind a három kör interjún, a végén már a G alelnökével beszéltünk, sikerült, bejutottam, megkaptam. Aztán, amikor alá kellett volna írni a szerződést, akkor a leendő feleségemmel összeültünk és kitaláltuk, hogy mi nem tudnánk Budapesten élni, aztán nem írtam alá, és így maradtam Debrecenben, és akkor így el kellett kezdeni körbenézni. És édesapám jó kapcsolatban volt annak idején Gáspár Rezsővel, aki később a intézetünk igazgatója is volt egy darabig, és ő kezdte ezt az elektrofiziológiai kutatócsoportot, és mondta édesapámnak, hogy itt van egy üres állás. Egyébként ő is elektromérnök volt, tehát úgy gondoltuk, hogy akkor lehet, hogy nekem is lesz ott valami keresnivalom. Abban az időben, meg hát jóval előtte, meg sokáig utána is még Damian Rizs professzor úr vezette az intézetünket, ugye, nagyon sikeresen, és ugye neki szívügye volt az, hogy minden modern technikát behozzon minél hamarabb az intézetbe.
Úgyhogy ennek révén volt a patchclamp technika is már jelen az intézetben, amiről beszélni is fogok, ami az egyik fő mérési technikánk. És hát még egy nagyon fontos ember, akit meg kell említenem, akinek nagyon sokat köszönhetek a pályám miatt, vagy a pályám során, gyakorlatilag ő volt a fő mentorom. Amikor én oda kerültem az intézetbe 94-ben, akkor ő pont nem volt ott, mert hosszú ideig az USA-ban volt akkor, de amikor visszajött, akkor gyakorlatilag együtt feszültünk neki, és futtattuk fel az elektrofiziológiai labort. És mindezt nem azért mondom, mert most ő az intézet igazgató, és itt a közönségben, ezt abból is elmondtam volna. Tehát így még jobb. Igen. Szóval a laborunk a sejtek elektrofiziológiájával, az elektromos aktivitásával foglalkozik, tehát hogyha belegondolunk, itt áramról, feszültségről, ellenállásról, meg az Ohm törvényről van szó, és akkor a fejemre csaptam, de hát ez fizika, akkor nekem itt van keresni való. Hát nyilván aztán ugye ezt kombinálnak a biológiával, de azért 30 év alatt már sikerült annyi biológiát felszednem, ami szükséges ennek a tudománynak a műveléséhez. És annak idején már elindult egy nagyon gyümölcsöző kapcsolat, amit Gáspár professzor indított el egy eredetileg magyar származású Lurival Posani nevű mexikói professzorral. Ugye hát Mexikóban hemzsegnek a mindenféle firgek, skorpiók, pókok, ilyenek, és ezeknek mindegyiknek van méreganyaga, amiből ők nagyon hatékonyan tudták izolálni a peptid toxinokat, és mint kiderült, nagyon sok ezek közül a peptid toxinok közül hatékony gátlószer, nagy hatékonysággal tud ioncsatornákhoz kötődni, és az ioncsatornák a mi hát fő fehérjeink, amiket vizsgálunk. Na tehát egy kis, mondom, leginkább ismeretterjesztő szintű leírását adnám a munkáknak. Tehát ugye a sejtek elektromos aktivitása az a sejtek membrán potenciájával kezdődik. Ez gyakorlatilag egy nagyon egyszerű dolog, hogyha a sejten belülre rakunk egy elektródát, és megmérjük a feszültségét egy voltmérővel, akkor azt tapasztaljuk, hogy a sejt belseje negatívabb a külsejhez képest, nagyjából 80 millivolttal, csak hogy perspektívába rakjuk, hogy egy ceruza elemben másfél volt feszültség van. Hát ez ugye a 20-ad része, de gondoljuk el, hogy ez egy néhány nanométer vastag sejtmembránon keresztül esik, tehát borzasztó nagy térerősséget hoz létre, ezért nagyon nagy jelentősége van. És ennek az okozója az az, hogy a membrán két oldalán eltérő koncentrációban találhatók meg az ionok, elsősorban nátrium, kálium, klorid, kalcium ionok, meg hogy a membrán az szelektív permeabilitással bír, tehát nem minden akár megy át akármikor, hanem kontrolláltan tudnak csak átkelni transzporterek segítségével. Miért fontos a membrán potenciál? Hát, hogyha a sejt nyugalomban van, akkor ennek az értéke nagyjából állandó, viszont a sejt nagyon bizonyos sejtek, amiket úgy hívunk, hogy excitábilis, vagy ingerelhető sejtek, ezek leginkább az idegsejtek és az izomsejtek, ezek nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt meg tudják változtatni a membrán potenciál nagyságát. Ezt nevezzük úgy, hogy akciós potenciál. Ez gyakorlatilag egy elektromos jelet jelent. Az idegsejtek ugye jel továbbításra, információ továbbításra használják, az izmokban pedig az akciós potenciál váltja ki az izom összehúzódást. Az akciós potenciál alakja és időtartama nagyon eltérő lehet a sejt típustól függően. Neuronokban ez néhány millisekundum alatt lezajlik, a szívizomban például több száz millisekundum hosszú, és látható, hogy különböző az alakjuk is. Viszont, mint kiderült később, nem csak az ingerelhető sejtekben van jelentősége a membránpotenciálnak, hanem gyakorlatilag szinte minden sejt funkcióban szerepet tölt be. Például anyagtranszport, ugye könnyű elképzelni, hogy töltéssel rendelkező molekuláknál az elektromos térnek hatása van. A sejtosztódásban, sejthalálban, térfogatszabályzásban, sejtek migrációjában, ez például a rákos sejteknél lehet fontos. Tehát gyakorlatilag nem tudunk olyan sejtfunkciót megnevezni, ahol az ioncsatornáknak, illetve a membrán potenciálnak nincs szerepe. És akkor megint kicsit lelőttem a poént, tehát ugye a membrán potenciál, tehát a két oldal között mérhető feszültség, az úgy tud változni, ha töltött részecskék, leginkább ionok átmennek a membránon. Na most az ionok maguktól nem tudnak átmenni a membránon, mert a membránnak egy hidrofób belseje van, amit az ionok nem szeretnek, ezért valami útvonal kell nekik, és ezt valósítják meg az ioncsatornák. Hát ugye ez a művésznek a víziója az ioncsatornáról, nyilván nem ilyen szépek tarkák, de tehát alapvetően egy pórust képeznek a membránon keresztül, és az a lényege még, hogy ez a pórus ez nyitható és zárható, tehát kapuzása van a csatornának, tehát kontrolláltan engedi át az ionokat a csatorna, és így szinkronizált működésre több ioncsatornának tudja kialakítani például az akciós potenciálnak az alakját.
Mi okozza a csatornák nyitását, ezt nevezzük úgy, hogy kapuzás, tehát mi tudja kinyitni a kaput. Hát ezek nagyon sokféle inger okozhatja ezt. Hát nem követem pontosan, de tudomásom szerint már ioncsatorna gén az több mint 500 van, ami ismert, tehát körülbelül 500 féle különböző ioncsatorna ismert manapság. Ezek közül egy nagy csoport a feszültség kapuzott, tehát amikor maga a membrán potenciál változása tudja nyitni vagy zárni a csatornát, ezek alakítják például leginkább az akciós potenciált. Vannak úgynevezett ligand kapuzott csatornák, amikor egy külső jelmolekula kötődik a csatornához, és az nyitja ki. Ilyen történik például, amikor az idegsejt szól az izomsejtnek, hogy össze kell húzódni, egy neurotranszmitter molekulával, vagy üzenő molekulával jelez az izomsejtnek, hogy nyissa ki a csatornát és húzódjon össze. Ugyanígy molekulák kötődhetnek az intracellulális oldalról, ilyen csatornák működnek például a fotoreceptorainkban a szemben. Aztán vannak membránfeszülés kapuzott csatornák, amik pedig a membrán mechanikai feszülését érzékelik, ilyenek alakítják át például a mechanikai rezgéseket a fülben elektromos jellé. Aztán vannak hőmérséklet kapuzott csatornák, ezek révén tudjuk érzékelni a hideget, meleget, illetve van például a mentol receptor, vagy a kapszaicin receptor, ugye azért érezzük a mentolt hűvösnek, a kapszaicint meg csípőset, meg melegnek, mert ugyanazok a csatornák közvetítik az érzéseket. Illetve vannak olyan csatornák, amik folyamatosan biztosítják a megfelelő membránpotenciát a sejtek számára. A másik fontos tulajdonság a szelektivitás, hogy milyen fajta ionokat enged át egy csatorna. Vannak nagyon specifikusak, amik csak káliumra, csak nátriumra, csak kloridra specifikusak, meg vannak olyanok, amik mondjuk mindenféle pozitív iont, meg mindenféle negatív iont tudnak átengedni. És hát a sejt működésétől függ az, hogy miért szeret expresszálni, milyen csatornákat fejez ki a membrányába. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, bár ezzel minden kutató úgy van, az ő által a kutatott fehérje a legfontosabb, és az kell mindenhez, de gyakorlatilag ez az ioncsatornákra tényleg igaz. Tehát gyakorlatilag nincs olyan élettani funkció, ahol amihez nem tudnánk ioncsatorna működést kapcsolni. Miért fontos az, hogy ismerjük a csatornák, vagy a kapuzás molekuláris szintű, tehát miért fontos az, hogy ismerjük molekuláris szinten a kapuzást? Nagyon sok minden módosíthatja a csatornák kapuzását, tehát ki van találva, hogy működjön úgy alapvetően, de ezt egy csomó minden módosíthatja, például kötődhetnek hozzá kiegészítő alegységek, ezek fehérjék, amik vagy intracellulárisan, vagy extracellulárisan kötődhetnek hozzá, enzimek vigyeszthetnek rá a csatorna fehérjére különböző csoportokat, amik módosíthatják. A lipid környezet, amit mi egyébként részletesen kutattunk, tehát ugye az ioncsatorna benne van ebben a foszfolipid kettős rétegben, annak az összetétele, tehát például a koleszterin tartalma, az nagyon befolyásolhatja azt, hogy nyit ki egy csatorna, milyen gyorsan nyit ki, milyen a feszültség függése. Aztán ionkoncentráció, például a kalciumkoncentráció, a lokális pH, tehát savas közegben másképp működnek a csatornák. Nyilván nagyon fontosak a genetikai mutációk, és persze különböző gyógyszerek és drogok. Hát ez itt egy ábra, ami mutatja, hogy egy normális akciós potenciál hogy tud eltorzulni, ha egyetlen pontmutáció van egy kálium csatornában. Látható, hogy teljesen más az időbeli lefutása, és az értelemszerűen sejtek, illetve ezen felül szervek rendellenes működéséhez, tehát betegségekhez vezethet. Itt példának mutatok egy szívizom akciós potenciált, egy kamrai akciós potenciált. Ez csak egy ábra, ami szemlélteti azt, hogy legalább 8-10 féle ioncsatorna összehangolt működése kell ahhoz, hogy ez az akciós potenciál pont ilyen alakú, pont ilyen lefolyású legyen. És értelemszerűen, hogy ezek nem jól működnek, vagy bármelyik időben vagy intenzitásban nem úgy működik, ahogy kell, akkor ennek az akciós potenciálnak az alakja torzul. Itt példának hoznám fel ezt a betegség családot, amit úgy hívnak, hogy hosszú QT-szindróma. Ez onnan kapta a nevét, hogy amikor EKG-t készítenek, akkor a QT-távolság, tehát a két tüskének a távolsága megnő, mondjuk 450 millisekundnál hosszabb lesz. Ez annak köszönhető, hogy az akciós potenciál, szívakciós potenciál megnyúlik, és ez pedig nagyon sok minden okozhatja, például nátriumcsatornák, káliumcsatornák mutációja, különböző drogok, gyógyszerek. Ez miért baj? Ez azért baj, mert hogyha megnyúlik az akciós potenciál, akkor egy újabb, kisebb stimulus hatására, egy kósza elektromos jel hatására, akciós potenciálok egymás hegyére, hátára ülhetnek, és a szép ritmikus EKG-ből egy ilyen zavaros EKG lesz, ezek után pedig a szív átmegy fibrillációba, amivel pedig megszűnik a pumpa funkcióját, hirtelen halálhoz vezethet. Tehát ezek egy-egy ion csatornának a pontmutációja teljesen eltorzíthatja a
az akciós potenciált, és ilyen betegséghez vezethet. Itt a teljesség igénye nélkül felsoroltam különböző betegségeket, amik az ioncsatornákhoz köthetők. Ezek között vannak autoimmun betegségek, amikor az immunrendszer ioncsatornákat támad meg, illetve vannak különböző genetikai mutációk, amik például izomsejtekben miotóniát okoznak, vagy epilepsziát okozhatnak, közismert betegség a cisztás fibrózis, aminek során klorid csatorna mutációja miatt nem megfelelő gyakorlatilag folyamatos fertőzés jön létre a tüdőben, és ez még ma is egy halálos betegség, bár most már jobban tudják kezelni. És kevésbé ismert, de a diabétesznek is van egy formája, ami csatorna mutációhoz köthető. Értelemszerűen, hogyha sok betegség okozója lehet ioncsatorna probléma, akkor nyilvánvalóan jó gyógyszer célpontok is az ioncsatornák. Hát a legújabb statisztika, amit találtam, az szerint a jelenleg forgalomban lévő gyógyszereknek nagyjából 18%-a, tehát körülbelül minden ötödik gyógyszer ioncsatornákon keresztül hat. Hát ezek közül van jó néhány, amit nyilván sokan ismernek, vagy akár használtak is, leginkább a lidokain, ugye, amit mondjuk a fogorvos belénk szúr a kezelés előtt, ugye ez nem más, mint egy nátriumcsatorna gátlószer. Ha gátoljuk a nátriumcsatornát, az idegsejt nem tud akciós potenciált csinálni, és nem érezzük a fájdalmat. Ilyen egyszerűen működik. Ugyanezek a szerek tudnak aritmiát, tehát különböző szívritmus zavarokat is kezelni, hát nyilván megfelelő fajtájukat. Aztán egy másik nagy csoport a kalciumcsatorna gátlók, ezekkel is lehet bizonyos szívritmus zavarokat kezelni, illetve kalciumcsatorna gátlószerekkel el lehet ernyeszteni a sima izom sejteket, amik a artériák falában vannak, és ezáltal megnöveljük az átmérőjét, és csökkentjük a vérnyomást. Illetve vannak olyan szerek, amik nem gátolják a csatornákat, hanem fokozzák a működésüket, például a benzodiazepinek és barbiturátok a központi idegrendszer klorid csatornáit aktiválják, és ezáltal fejtenek ki nyugtató hatást. Tehát nagyon széles spektruma van a ioncsatornákra ható gyógyszereknek. Ezek a szerek különböző módon hathatnak. A skorpiótoxinok, amikkel mi foglalkozunk, ezek úgynevezett pórus blokkolók, ezek nagyon egyszerűen pont belepasztolnak a csatorna pórusába, és mint egy dugó itt a boros üvegben elzárja a átjárhatóságot. Külső oldalról blokkolnak, de vannak olyan gátlószerek is, amelyek a sejtmembránon átjutva belülről blokkolják a pórust. Azonban ezen felül vannak úgynevezett kapuzást módosító molekulák, amik nem fizikailag gátolják az áthaladást, hanem valahova bekötődnek a csatornához, és módosítják mondjuk a feszültségfüggését, vagy a nyitási valószínűségét, tehát fokozhatják is a csatorna működését, meg csökkenthetik is. Ezeknek is nagyon széles spektruma van. A farmakológiai vizsgálatok során ez az egyik fő célunk, hogy kiderítsük azt, hogy hogyan hatnak ezek a gátlószerek. Tehát milyen kutatásokat végzünk? Ugye az alapkutatásnak az egyik célja, hogy megértsük, hogy hogyan működik a csatorna. Ugye az autószerelőnek is először tudni kell, hogy hogyan működik az autómotorja, hogy meg tudja szerelni. Tehát például, hogy hogyan hatnak kölcsön a ioncsatorna különböző doményei, tehát mondjuk a feszültségérzékelő domén, hogy továbbítja az információt a pórus doménnek, hogy ki kell nyitni. Aztán egy másik fontos dolog, hogy a csatorna működését befolyásoló tényezőket megértsük, amit már mondtam, hogy például, ha változtatjuk a lipidmembrán összetételét, akkor hogyan változik a csatorna működése. Vagy például a pH, ugye gyulladásos területeken lokálisan savas a pH, vagy a tumor mikrokörnyezetben savas a pH, az is megváltoztatja a csatornák működését, meg kell értenünk, hogy akkor mi történik a csatornával, hogy változtatja az a sejt funkcióját. És hát nyilván az alkalmazott kutatás pedig a gátlószerek keresése, ugye az a cél mindig egy kutatás során, hogy valami jót tegyünk az emberiséggel, tehát olyan szer találjunk, ami ioncsatornákon keresztül ható betegségre tud hatni, vagy fokozni tudjuk csatornák működését, vagy gátolni a megfelelő céllal. Jelenleg fut egy olyan projektünk egy szlovén vegyész csoporttal, akik előállítanak mesterséges molekulákat, mi teszteljük ezeket egy bizonyos feszültségfüggő protoncsatornán, ami hozzájárul a rákos sejtek metasztázisához, és gátlószert keresünk, mi megmondjuk, hogy melyik molekulák tűnnek jónak, és ők célzottan tudják, molekuláris modellezés segítségével tudják tervezni, hogy hogyan módosítsanak a molekulákon. Illetve hát visszatérnék az eredeti témánkhoz, ugye a csatornagátló skorpiótoxinokhoz. Ezzel kezdtünk, és hát igazából én manapság már nem sokat foglalkozok ezzel, de a laborunkban vannak tovább, akik viszik tovább ezt a vonalat.
Tehát ez mutatná egy kálium csatorna szerkezetét, és ez a konkrét kálium csatorna szerepet játszik az immunsejtek, a T-sejtek proliferációjában, osztódásában, ami alapvetően egy normális immunfunkció során ez jó, viszont autoimmun betegségeknél vannak az úgynevezett effektor memória T-sejtek, amik a kárt okozzák, amik a saját szövetet pusztítják, és ezeknek a proliferációjában is szerepet játszik ez a bizonyos kálium csatorna. És kiderült, hogy a számos skorpió mérgében vannak olyan peptidtoxinok, ezek körülbelül ilyen 35-40 aminosavból állnak, és már itt a rajzon is látszik, hogy nagyon jól passzolnak a csatorna pórusába, és nagyon nagy hatékonysággal képesek gátolni ezt a csatornát, és ezt kísérletesen ki lehetett mutatni, hogyha gátoljuk ezeket a csatornákat, az gátolja az immunsejtek proliferációját, és autoimmun állatmodellekben ezek nagyon jó terápiás immunszupresszív hatást értek el. Na és akkor a módszer, ami már 94-ben jelen volt a laborunkban, pedig csak 91-ben adtak érte Nobel-díjat, tehát ez az, amit mondtam, hogy Damirovics professzor úr ebben élen járt, hogy az új módszereket behozza a laborba. Ez az úgynevezett patch-clamp technika, ennek magyar neve nincsen, tehát nagyon bénán lehet lefordítani, úgyhogy nem is szoktuk, ezt így meg kell tanulni, ezt így hívják. Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy a sejtmembránban levő ioncsatornák működését akarjuk vizsgálni, gyakorlatilag áramot akarunk mérni, és ezt úgy tesszük meg, hogy egy kicsi üvegpipettával, kapillárissal, aminek a nyílása fél milliméter, fél egy mikrométer átmérőjű, mikroszkóp alatt mikromanipulátorral megközelítjük a sejtet, hozzáérünk a sejtmembránhoz, és egy kis membrán darabot beszívunk. Tehát nagyjából ez így kinagyítva így néz ki, enyhe vákumot alkalmazva, így egy ilyen nagy ellenású kontaktus alakul ki a pipetta és a sejtmembrán között. És innen kezdve több dolgot tudunk csinálni. Egyrészt egy hirtelen vákumimpulzussal ki tudjuk lyukasztani a sejtet, mint egy meglékelünk egy dinnyét. Ilyenkor a teljes sejtmembránhoz hozzáférünk, és a üvegpipettában van egy ezüst szál, az az egyik elektródánk, meg a petri csészében van egy másik elektródánk, és ugye ahhoz, hogy egy áramkör legyen, két elektróda kell, és a két elektróda között folyik az áram, és az az áram pedig az ioncsatornákon keresztül folyik. Itt látható egy ilyen feszültségfüggő ioncsatornákon keresztül átfolyó áram. Két másik konfiguráció is van. Egy hirtelen mozdulattal a pipettát hátra húzva egy kis membrándarabot is ki tudunk tépni, illetve ebből a konfigurációból, hogyha szép lassan hátra húzzuk a pipettát, akkor meg szintén ki tudunk tépni egy kis membrándarabot. Ez a kettő ez az orientációjában tér el, ezt úgy hívják, hogy inside out, mert ilyenkor, ami befele nézett a csatorna, tehát a sejt belseje felé nézett, azt most már expozáljuk kifelé. Itt pedig, ami kifele nézett, az továbbra is kifele fog nézni. Ez olyan szempontból érdekes, hogyha egy olyan szert akarunk vizsgálni, hogy ami a sejt vagy a csatorna intracelluláris oldalához kötődik, vagy extracelluláris oldalához kötődik, akkor ezt megtehetjük. Ha nagyon kicsi a csatorna sűrűség, akkor előfordulhat, hogy egyetlen csatorna van egy ilyen membrán darabkában, ezt úgy hívjuk, hogy egyedi csatorna mérés, és itt felhívnám a figyelmet a skálára, ez 1 pikoamper nagyságrendű, hogy a piko az 10 a mínusz 12-ent jelent, tehát ez az 1 amper milliomod részének a milliomod része, tehát gyakorlatilag ugye egy molekulán átfolyó áramot mérünk, ez egy ilyen, mint egy digitális kapcsoló, itt folyik rajta az áram, itt meg nem folyik rajta az áram, tehát ez egy kétállású, és ha több száz vagy több ezer ilyen együtt működik, akkor egy több százszor vagy több ezerszer nagyobb áramot mérhetünk a teljes sejt membránban. Tehát ez a patch-clamp technika, amit leginkább alkalmazunk ma, és van egy technika, amit a USA tanulmányom után során sajátítottam el. Ez igazából bizonyos szinten visszalépés, mert ez a két elektródás feszültségzár technika, ez a patch-clamp őse volt, de itt egy fluoreszcenciás technikával kombináljuk, amivel mégis több információt nyújt a patch-clamphez képest. Itt ez a béka az azért szerepel, én magam is műtöttem ilyen békát, mert ő a donora ezeknek a petesejteknek, amit expressziós rendszerként használunk, tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy a általunk vizsgálni kívánt csatorna génjét bejuttatjuk mRNA-s szinten, mikroinjekcióval befecskendezzük a tojásba, és egy-két napon belül több millió, több tízmillió vagy akár milliárd ilyen ioncsatorna expresszálódik a sejtmembránban, és akkor két elektródát beleszúrva, az egyik a membránpotenciát mérjük, a másikkal pedig beleinjektáljuk az áramot, tudjuk mérni a csatornákon átfolyó áramot. Amivel több ez a módszer az árammérésnél, az az, hogy egy fluoreszcens festéket bigyeztünk a csatornára. Ezzel a módszer egyébként a feszültség kapuzott csatornákat lehet vizsgálni,
És a feszültség kapuzott csatornák úgy működnek, hogy van egy ilyen feszültség érzékelő doménje, ez a pirossal jelölt rész, ami amikor a membrán potenciát mi a két elektródával megváltoztatjuk, tehát negatívról pozitívra változtatjuk, akkor ez a része, ez kifele mozdul a csatornák, tehát egy fehérje konformáció változás jön létre, és ennek a fluoreszcens festéknek, fluorofornak az a tulajdonsága, hogy amikor megváltozik a környezete, akkor megváltozik az általa kibocsátott fény intenzitása. Tehát jelet szolgáltat, egy mérhető jelet szolgáltat, és a kinetikája információt ad arról, hogy milyen gyorsan ment végbe ez a konformáció változás. Ugyanakkor a kapu nyitásával ionáramot is tudunk mérni, tehát egyidejűleg mérünk konformációváltozást a csatorna egyik részéről, meg ionáramot a másik részéről. Ezért nagyon hasznos információ szolgáltat arról, hogy ezek milyen viszonyban vannak egymással, tehát hogy időben melyik történik előbb, mennyivel történik a később a nyitás, mint a mozgás, feszültség függésében, hogy viszonyulnak egymáshoz, tehát ezzel nagyon sok értékes információt lehet nyerni pluszban, csak az ionáramláshoz képest. Na, akkor most már nagyjából tudjuk, hogy mi van a csatornákkal, akkor az a kérdés, hogy hogyan ide Hawaii. Hát úgy jön ide, hogy ugye 2000-ben megszereztem a PhD-mat, és nézelődtünk, hogy hova lehetne posztdoknak menni, és volt egy csapat, aki konkrétan ilyen Kálin csatorna kapuzással foglalkozott, nagyon érdekes cikkeik voltak, és mit ad Isten, Hawaii-ban volt ez a labor. Hát az ember úgy azért elgondolkozik, hogy azért annyira az nem rossz. Úgyhogy ez így össze is jött, történt egy interjú, és járunk ki Amerikába a Biophysical Society meetingjére, nagyjából rendszeresen, évente, és ott beszélgettünk velük, és akkor megegyeztünk, hogy én oda megyek, amikor megvan a PhD-m. Úgyhogy a University of Hawaii, a Békési laboratóriumban mentem, hát a Békési név ismerős lehet, ez nem véletlen, mert Békési György Nobel-díjasunk utolsó 7 évét azt Hawaii-ban töltötte, tehát róla van elnevezve ez a laboratórium, tehát 65 és 72 között. Békési ugye a hallás mechanizmusának a, tehát ami a csikában, koklában történik, azokat a folyamatokat írta le, azért kapott Nobel-díjat. Tehát még egy ilyen vonzata is volt ennek, egy érdekes vonzata ennek a posztdoktori periódusnak. A főnököm csak John Starkus volt, mint egy ilyen nagyra nőtt óvodás, egy nagyon jó lelkű, óriás, litván származású, nagyon kedves ember volt, nagyon jól éreztük magunkat, amíg ott voltunk. Hát nyilván úgy Hawaii dobta magát, a nagyobbik fiam akkor volt 2 éves és 4 éves kora között, úgyhogy hát ezt ki is használtuk, ugye az ember nem bánja, hogyha a leghidegebb januári napon is rövid nadrágba tud kimenni, meg tud fürödni az óceánban, úgyhogy alapvetően ez nem volt egy rossz választás. Szakmailag is jó volt, ráadásul megismerkedtem prof. Stefan Heinemannal, aki a Jénai Egyetem professzora, ővel is tett egy kollaborációnk, és vele is született egy jó cikkünk ott a csatornák működésének a pH függését vizsgáltuk intracellulás és extracellulás oldalról. Utána további tanulmányutakra mentem jóval később, már ekkor már gyerekeim nagyobbak voltak, úgyhogy így most próbáltuk nekik megadni azt, amit nekünk annak idején meg volt megadatott, hogy iskolába járjunk angol nyelvterületen, és ez nagyon hasznos volt nekik is. Tehát 2012 és 14 között voltunk kint, először a Brandeis University-n Walthamban, ami Boston mellett van, és utána pedig Washington University in St. Louis, ugye ez az Arch St. Louis-ban. Nagyon szép évek voltak, sokat utaztunk, a gyerekek megtanultak jól angolul. Tessék? Nagyon kemény hidegek voltak, igen. Hát egyszer ilyen biciklivel járok a városban, és mondták ott St. Louis-ban, hogy mínusz 25 fok lesz a wind chill-el együtt, tehát ugye a széllel együtt mínusz 41-nek érződik. Hát mondom, mi bajom lehet, kipróbálom. Hát majdnem nem éltem túl. Tehát kipróbáltam, de tehát odaértem a munkahelyre, és a hideg miatt be volt zárva. Tehát nekem a kártyámmal kellett volna bejutni, de próbáltam kinyitni a kaput, de le volt fagyva a hó. De akkor már kezem le volt fagyva, és borzasztóan fájt a kártyámat, nem tudtam elővenni. Tehát ott kínlódtam, a környéken sehol nem volt senki, mert más hülye nem volt, aki a hidegbe kiment. 5 perc kilódás után bejutottam, és teljesen leesett a vérnyomásom, lefeküdtem, és akkor elkezdett kiolvadni a kezem, lábom, és borzasztóan fájt, úgyhogy fél órán keresztül ott agonizáltam a munkahelyen, úgyhogy úgy most már megtisztelem az időjárást. Igen, tehát Hawaii után egy kicsit más volt. Na és akkor még itt, ja, hát ennyit még mondanék, hogy itt tanultam meg egyébként ezt a voltage clamp fluorimetri technikát, innen hoztam az. És akkor még utoljára, mert hogy volt a felkérésben, hogy személyes dolgokról is beszéljünk, hát nekem a hobbim, vagy inkább életformának lehet nevezni a triatlon, lehet, akik ismerek, sokan tudják.
Ugye ez gyakorlatilag egy olyan sport, ahol úszni, biciklizni, meg futni kell folyamatosan, és ezt különböző távokon lehet végezni. Van a sprint táv, ahol 750 méter úszás, 20 km bicikli, meg 5 km futás van, és van egészen az Ironman távig, ami meg 3800 méter úszás, 180 bicikli, meg egy maraton. Hát én ezt 37 éve üzem ezt az ipart versenyszerűen, úgyhogy nagyjából 11 ezer kilométert úsztam, 260 ezeret bicikliztem és 66 ezeret futottam. Ez nagyjából 9-szer körbeérni az egyenlítőt, és több mint 300 triatlon versenyen indultam. Hát ugye nálunk 5 éves korcsoportbontások vannak, én sokszoros korcsoportos országos bajnok vagyok, meg nemzetközi versenyekre is járok. 21-ben olimpiai távú Európa-bajnokságon második, következő évben Lengyelországban harmadik lettem, tavaly pedig Spanyolországban a korcsoportos világbajnokságon 7. lettem. Itt van néhány kép, itt ugye az egyetem logója nincs rajta, ez ugye még itt a covidos időszakban történt, úgyhogy a dobogóra maszkban kellett állni. És akkor, hogy most még a végére visszakanyarodjak Hawaii-ra, mert hogy ugye már a Hawaii vonal megvolt a posztdoktori periódus alatt, de alapvetően ugye a triatlon az Hawaii-ban született. 1978-ban Hawaii szigetén volt az első ilyen hosszú távú triatlon, oda teszik a triatlon születését. És hát ez egy ikonikus verseny, azóta is ott rendezik meg ezt a hosszú távú világbajnokságot, de ide nem könnyű kijutni, de ide kvalifikálni kell. Egy évben körülbelül 130 ilyen kvalifikáló verseny van világszerte, és több mint 100 ezer ember indul ezeken, és körülbelül az első 1,5-2%, tehát korcsoportonként első 1,5-2% juthat be. Nekem a fiam 17-18 körül, a nagyobbik fiam kitűzte, hogy 50 éves koromig meg kell szereznem a nagy doktorit, meg meg kell csinálnom a Hawaii Ironman-t, úgyhogy ki volt tűzve a feladat. Ez 2019-ben járt le, 19 áprilisában megvédtem a nagy doktorimat, és 19-ben sikerült kvalifikálnom magam erre a versenyre. Úgyhogy ki is jutottam, itt van a kép, van egy ilyen Parade of Nations, tehát a nemzetek felvonulása, itt én vittem a zászlót, a magyar zászlót, ezek akik itt kijutottunk abban az évben. Így néz ki a kerékpárdepó, tehát itt körülbelül 2500 bicikli van egyszer, tehát amikor az ember így kikóvályog a vízből egy óra úszás után, akkor meg kell találni a biciklét, tehát az is egy kihívás. És hát ugye így néz ki a nagy sziget, ahol a verseny van, tehát ugye a legmagasabb árnyékot vető fűszál az ilyen magas, tehát olyan nagyon elbújni nem lehet, és az egész ilyen fekete láva föld, ami sugározza vissza a napsugárzást, úgyhogy nem egy kellemes környezet, itt a frissítő álmásán itt locsolják az embert, meg adják a jeget. És hát ezek a saját képeim itt az óceán partján a biciklizés, hát itt egy kicsit már egyötörve futok, ez viszont már itt a célegyenes, itt már vidáman pacsisztam, és ez pedig itt a befutó, és hát egy ilyen finisher érmet adtak hozzá, úgyhogy ezzel teljesítettem a fiam által kitűzött feladatokat 19-ben. És hát nagyjából ennyit szerettem volna elmondani, mondom a saját eredményeimről nyilván egy kicsit kevét próbáltam úgy, hogy érthető legyen, hogy mivel foglalkozunk. Nyilván az, hogy ideig eljutottam, én is szeretném megköszönni az összes kollégámnak, ahogy mondtam, ugye annak idején Gáspár professzor úr hívott ide, de alapvetően nagyon sok, nagyon nagy tudású kollégával tudtam együtt dolgozni, akiknek nagyon sokat köszönhetek, és ahogy mondtam, Panyi Gyuri volt az, aki tényleg nagyon sok mindenre megtanított, meg mentorált, és hát egyébként meg ugye a családomnak, meg minden barátomnak, akik ebbe támogattak, szeretném megköszönni, és köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Gratulálok. Persze a média megkérdezni, hogy mire vagy büszkébb a kávécsatornákra, vagy a olimpiára, úgyhogy, vagy a világbajnok kézére, úgyhogy ezt nem kérdezem meg. Van egy kérdés? Ugye van egy, hogy is egy ilyen, nem azt mondom, hogy stand-up, startup cég, akinek Panyi Gyuri is a tanácsadója, akik ilyen kávé csatorna blokkoló peptidekkel foglalkoznak. Az a kérdésem, mert ezek ubiquiter, homeosztatikus csatornák, tehát benne van az embernek a normál funkciójába is. Mennyire lehet specifikus csatornagátlót úgy csinálni, hogy mellékhatás kevés legyen? Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye mindig, amikor fejlesztünk gátlószert, akkor az egyik dolog az, hogy csinálunk szelektivitási teszteket. Tehát ugye van egy csatorna bankunk, és akkor ha találunk egy hatékony szert, akkor ezt meg kell nézni, hogy egyéb csatornákra hogy hat. A skorpiótoxinok azok ebben nagyon jók, mert viszonylag nagy a interakciós felületük, tehát nagy felületen csatlakoznak a csatornához.
és ezért elég specifikusak tudnak lenni. Nagy az affinitásuk is, tehát gyakorlatilag az egyik, ezt nem mondtam, de 2012-ben jött ki egy közleményünk, ahol egy nagyon nagy hatékonyságú skorpiótoxint találtunk, ez gyakorlatilag még most is a világon a legjobb tulajdonságokkal bíró ilyen toxin, pedig azóta már eltelt 12 év, tehát egyrészt nagyon nagy affinitásra blokkolja ezt a csatornát, meg nagyon nagy a szelektivitás, tehát a többi csatornát jóformán egyáltalán nem gátolja. Ugye az a probléma, hogy ezeket a peptideket, ezek a peptidek nem olyan jó gyógyszermolekulák. Tehát ugye nem lehet orálisan alkalmazni őket, gyorsan lebomlanak, meg immunogének lehetnek, tehát akár amilyen jó tulajdonsága van a peptideknek, annyira nehéz belül gyógyszert csinálni, és ezért inkább a gyógyszergyárak a kis molekulákra koncentrálnak. A kis molekulák viszont a kisebb felszínük miatt ugye sokkal kevésbé specifikusak tudnak kölcsönadni a csatornával, tehát azokból a szerekből sokkal nehezebb specifikus gátlószert csinálni. Nyilván ez a cél. Hát most már ugye a nagy farmacégek, meg tehát a patch-clamp technika is elment az automatizálás irányába, tehát úgy mi még ugye manuálisan szurkáljuk a sejteket, de vannak ilyen 16 meg 64, meg 128, sőt már azt hiszem 736, vagy nem tudom hány csatornás automata pecsklempek, amiket az elején nagyon megköpködtünk, hogy nagyon rossz minőségű méréseket végeztek, de ez is fejlődik, ez a technika rettenetes módon működik, fejlődik, és gyakorlatilag ezek a nagy farmacégek ilyen gépekkel több száz, meg több ezer gátlószert tudnak nagyon gyorsan tesztelni. Hát a mérések minősége az még mindig nem éri el a kézit, viszont arra jó, hogy 10 000 molekulából azonosítsanak mondjuk 500 hit molekulát, amivel érdemes aztán tovább foglalkozni, és mondjuk manuális pecsklemp. Igen, tehát szűrésre alkalmasak, igen. És a másik, hogy vannak az autoimmun csenálopátiák, tehát olyan is van, hogy nem mutáció van, hanem antitest képződik maga ellen a csatorna ellen. Igen. Ez mennyibe különbözik attól, hogyha valami mutáció van? Tehát ezek a betegségek, főleg szívizom betegségek, egyebek, egyrészt, hogy foglalkoztok-e ilyennel, másrészt meg, ha antitest van a csatorna ellen, ez az amit lehet csinálni? Hát ugye ez már inkább immunológia, tehát ebben én nem vagyok annyira járatos, ugye van a miasztenia gravis, ahol acetilkolin receptorok ellen van antitest, és akkor ugye itt ilyenkor a izomsejt, vagy a idegsejt hiába küldi az acetilkolin, nincs receptor, amihez kötődjön. Ezzel a részével mi nem foglalkozunk. Kollégám, tehát a laborunkban vannak, akik, meg amerikai tanulmányutam során én is foglalkoztam olyannal, hogy tehát például szív-nátrium csatorna mutáció mechanizmusa, hogy az miben módosítja a csatorna működését, mitől más lesz a kapuzása. Hát ugye fundamentálisan különböző, tehát nyilván más kezelési módszer igényelnek. Valakinek van-e kérdése? Parancsol. Említetted, hogy 500 féle, kb. 500 féle ilyen csatorna van. Igen. Ez azt jelenti, hogy például az emberben, vagy pedig több fajban, ugye összességében. Én úgy tudom, hogy ez csak a humán csatornák. Igen. Szép szám egyébként. Igen. Viszont például a G-protein kapcsolt receptor 800 féle van. Aha. De a vicces az, hogy ebből 400-zal az ember ízeket meg szagokat érez. Tehát akkor de egyébként a legtöbb, gyógyszer az a G-fehérje kapcsolt receptorokhoz keresztül hat. Tehát köszönöm. Nagyjából gondolom arányos is a targetekkel. Igen. Ha nincsen kérdés, akkor hát ezt nem tudom, ez hogy hat a kálium csatornára, majd teszteljétek. Jó, köszönöm szépen. És mindjárt nevében további sikereket. Köszönöm. Család, a sportban és mindenben. És hát nagyon szép volt mind a három, azt hiszem, és örülünk neki, hogy egyrészt a klubnak újabb tagjai vannak, ha én ezt egyszer a klubba elmesélem, a másik pedig, hát, hogy tényleg ilyen fiatalon, ilyen szép eredményeket érnek el a kollégák, és hát mindegyikben volt azért jelentős nemzetközi beágyazódás és vonatkozás is, és a mestereknek meg nagyon köszönjük, hogy ezeket lehetővé tették, úgyhogy most következik egy kis hát tesztelés, tehát teszteljük, hogy az ételnek milyen hatása van az ösztrogén szintre a csatornákra, illetve a Rudinak a munkásságára, úgyhogy fáradjatok akkor át. Szeretném elmondani, csütörtökön 5 órakor a SED-be megyünk, tehát a sport
egészségügyi központba, a stadion oldalába, ahol Szántós Sándor fog körbevezetni bennünket. Tehát, hogyha valaki nem csak az ION csatornák területén akarja a sportolók izomzatát megnézni, vagy Varga Zolit képen, hanem szeretné megnézni, hogy a sportolókat hogyan rehabilitálják, milyen műszerek vannak, hogyan lehet a sportolókkal foglalkozni. Ugye ez egy párosnak a második része, hiszen tavaly volt az elméleti rész, amikor azt hiszem 3,5 órán keresztül Sanyi Bács Zoli meg Balogh Lacit nagyon szép előadásokat tartott, de nagyon jók voltak, és akkor megígértük, hogy ennek lesz egy gyakorlati része, tehát meg lehet nézni ezt az egészen jó labort, ahol Loki futballistái is hát szárnyalnak, úgyhogy jövő, tehát most csütörtökön 17 órakor, és ott találkozunk a stadion oldalában, és akkor jó étvágyat mindenkinek!